A labdarúgó NB2-ben úgy kezdik a tavaszi idényt a csapatok, hogy a tabellát a Gyirmót FC Győr vezeti. A bajnoki címért óriási harc várható, hiszen az aranyéremre több csapat is esélyes. A Szepesi László irányított együttes az élvonalba jutást tűzte ki célul az idény kezdet előtt, és 21 fordulót követően vezeti is a mezőnyt, 14 győzelemmel, egy döntetlennel és 6 vereséggel. A Gyirmót 43 pontot gyűjtött eddig, riválisai közül a Zalaegerszeg és a Kaposvár is 2-2 ponttal szerzett kevesebbet, míg a negyedik helyezett Békés Csaba 9 pont hátrányban van az Lovas mögött. A téli szünetben a Gyirmót játékos keretében nem történt nagy változás. Két játékosunk, a Volent Roland és a Szalánszki Gergő, az ugye eltávozott, mert nem tudtak megfelelő mennyiségű meccset játszani, és lehetőséget adtunk nekik, hogy máshol bontogassák szárnyaikat, és a Kamarás György érkezett Balmazújvárosból egy csatárpozícióba egyelőre. Úgyhogy hát a Lipták Zolit, ugye azt már tudjátok, az megérkezett, ővel nagyon nagyot erősödtünk. Én úgy gondolom, hogy ez az alaphelyzet most megint jó nekünk, jó pozícióból várjuk már a tavaszi szezont. Hát igazából jobb pozícióban, mint amikor kezdtük az ősz, mert akkor ugye nulla pontos volt mindenki, most már nagyjából kirajzoltak az erőviszonyok. Van egy pár riválisunk, úgy gondolom az Zalaegerszeg, a Kaposvár, ide sorolnám még talán a Vasast is. Hát meg legfőképpen minden csapatnak a saját problémája az a legnagyobbak, tehát ami meg tudjuk oldani a mi problémáinkat, és rendet tudunk tenni, ami amúgy megvan, már a csapaton belül játékban rendet tenni, és tovább fejlődik a csapat, akkor én úgy gondolom, hogy még nagyobb esélyünk lesz a tavaszi szezonban a felkerülésre, mint a az őszi szezonban volt. A Gyirmóti a gólkülönbsége a legjobb az NB2-ben. Ők vették be legtöbbször az ellenfelek kapuját 46 alkalommal, és kapták a legkevesebb gólt, mindössze 23-at. Az együttes házi góllövő listáját Szarka Ákos vezeti 12 találattal, majd Dominik 11-szer volt eddig eredményes. Most a jövőre is, illetve az idén is 46-ot rúgunk, akkor közel vagyunk a 100-hoz, hát az Eto'o 102 góllal lett annak idején bajnok. Hát ezt a filozófiát képviseljük a Hanik Petivel, aminek a lényege egy megalkuvás nélküli támadójáték, mi nem játszunk döntetlen. Tehát játszottunk azt hiszem egyet, de vagy kikapunk, vagy nyerünk. Tehát itt nincs mese, a mai világ a győzelemről szól. A Gyirmót több edzőmeccsen túl van, a csapat legyőzte többek között a szlovák Spartak Trnavát, és döntetlenre végzett az élvonalbeli haladással. A Gyirmót február 3-án játssza első tavaszi bajnoki mérkőzését, amikor a 22. fordulóban hazai pályán az Alkufer stadionban a Balmazújvárost fogadja.